Nincs könnyű helyzetben Geri, a vadászkutya, akinek a vadász épp eltakarja a szemét, hogy ne lássa, amíg társa elrejti a zsákmányt. Gerinek a szakfolyosó alapján kell ugyanis megtalálnia az úgynevezett vonszalékot, amit egy percen belül már le is tett a gazdi lába elé. Az év állatbarát iskolájának udvarán Nyíregyházán már a 6. alkalommal szerveztek kutyás tábort gyermekeknek. Nagyon sok apró siker, csoda történik itt észrevétlenül is a mindennapjainkban, és valószínű, hogy gyerekek is azért vágynak ide, hogy itt egész nap gyakorlatilag állatok közelében vannak, és tudattalanul a pozitív hatást érzékelik magukon. Turnusonként 20-25 gyermek vesz részt a napközis táborban, ahol nem csak a kutyákat képzik folyamatosan, de a gyermekek is sokat tanulnak önmagukról. Milyen trükköket tud ez a fekete kutyus, és hogy hívják? Lottinak hívják, és alapból ő még kezdő, de tud trükköket, de nem sokat. Oké, milyen trükköket tud Lotti? Hát ültetés, vegtetés, meg pocsit tud adni. Mit szerettek a legjobban ebben a táborban? A kutyákat és az állatsimogatót. A táborozó gyermekek az állandó kutyatársak mellett más vendégekkel is megismerkednek, és különféle érzékenyítő foglalkozásokon is részt vesznek. Mindenféle kutyák, munkakutyákat és segítő kutyákat mutatunk meg a gyerekeknek, illetve ezekhez kapcsolódóan vannak bemutatók is itt a táborban napi rendszerességgel. Ma például egy vakvezető kutya volt a vendégünk, illetve délelőtt a Vakok Egyesülete tartott érzékenyítő foglalkozást a gyerekeknek. Nekem van egy terápiás, vizsgázott terápiás kutyám, aki itt van velünk, van egy és kettő tanuló terápiás kutyám, illetve még egy hobbi terápiás kutya is részt vesz, aki nagyon nagy örömmel csatlakozik hozzánk. Mivel az iskola szomszédságában egy állatsimogató működik, a táborozók a kutyákon kívül más állatokkal is barátkozhatnak, emellett a programba idén bekerült a Nyíregyházi Állatpark látogatása is. A táborvezető úgy véli, a kutyák gyógyító hatása nem csak a gyermekekre, de a felnőttekre is érvényes. Hivatásnak tartom, van egyfajta küldetéstudatom, így a kutyák gyógyító tevékenységét illetően. Hál' Istennek megadatik a lehetőség, hogy járhatok fogyatékos emberek közé, és heti rendszerességgel, és ott is mindennapos csodáknak lehetünk a szemtanúi. Bár a tábor hamarosan véget ér, a kutyasétáltatás lehetőségét a különböző állatmenhelyek is biztosítják, ahol az ebek egész évben várják a kutyabarátok látogatását.